Kedves diákok, szeretettel üdvözlök mindenkit ismét biológia órán. A mai óránk témája a belső elválasztású mirigyek lesznek, és amit már megszoktátok, egy idézettel kezdeném, ami inspiráló jellegű lehet. Az ember egyedfejlődése nem egyszerű növekedés, inkább ahhoz a metamorfózishoz hasonlít, ahogy a hernyóból lepke lesz. Alison Gupnik idézetét választottam. Hát azért, hogy hernyókból lepkék legyünk, nagyon sok szervrendszer dolgozik együtt, vagy együtt működik a szervezetünkben, és ilyen rendszerek, ugye a hormonok is, amik a neuroendokrin rendszernek a részét képviselik. A belső elválasztású mirigyeknek a feladata a belső környezet állandóságának, azaz a homeosztázisnak a biztosítása. Ugyanakkor szaporodást fejlődést és növekedést is szabályoz, és az idegrendszerrel együtt végzi ezeket a folyamatokat, amint már említettem, ezt nevezzük úgy, hogy neuroendokrin rendszer. A hormonoknak a szerepei azok nagyon komplexek. Tudjuk azt, hogy a hormonok vegyi anyagok, tehát lehetnek szteroidok vagy aminosav származékok, peptidek és fehérjék, tehát ez a nagy csoportosításuk, ugye ez a két nagy csoportot veszük figyelembe. Hatásukat tekintve, ugye különböző szervrendszereken, szerveken fejtik ki a hatásukat, olyan sejteken, amik hormonreceptorral rendelkeznek, és azok a sejtek, amik ezeket fel tudják fogni, ezeket a hormonokat, más-más receptorral rendelkeznek, más-más hatás alá kerülnek, és ezzel magyarázhatjuk azt, hogy a hormonok más szervekben, különböző szervekben más-más hatást tudnak kifejteni. Az endokrin mirigyek elhelyezkedését azért választottam első ábraként, mert gyakran előfordul az érettségi feladatokban, és akkor el is mondanám, hogy milyen mirigyekkel fogunk mi ma foglalkozni. Például foglalkozunk az agyalapi mirigyel, ami az agy alapi részén helyezkedik el az égcsont töröknyereg nevű bemélyedésében. A pajzsmirigyel fogunk foglalkozni, ami látjuk, hogy a nyak előső részén helyezkedik el a gége pajzsporc alatt és a légcső előtt. Foglalkozunk még a mellékvesével, ami a vesék felső pólusán helyezkedik el, és a hasnyálmirigyel, ami a hasüregben, a patkóbél kanyarulatában elhelyezkedő vegyes elválasztású mirigy. Még említést tesszünk a nemi mirigyekről is, amik szintén vegyes elválasztásúak, a petefészekről és a heréről lesz szó. Petefészek a kismedencében helyezkedik el, a here pedig a herezacskókban. Az agyalapi mirigy, azaz hipofizisnek a hormonjait az előső, illetve hátulsó lebeny termeli. Tudjuk azt, hogy van középső lebeny is, de ezzel nem fogok foglalkozni. Az előső lebenyben ismerünk általános hatású hormonokat, és a bekeretezettek azok nem az egész szervezetre fejtik ki a hatásukat, hanem bizonyos más mirigyekre, és ezért ezeknek a gyűjtő neve az, hogy trophormon. A neuroendokrin szabályozásra visszatérve, hogy miért az idegrendszer befolyásolja ezeknek a hormonoknak a működését, termelését és működését, hát azt említeném meg, hogy a hipotalamuszban találunk olyan magvakat, amik olyan hormonokat termelnek, amik befolyásolják a hipofizis, illetve a többi mirigynek a működését. Ebben az esetben azt látjuk, hogy a hipotalamusz középső magvai releasing, azaz felszabadító hormonokat termelnek, amik egy nagyon sajátos véredényrendszeren keresztül, egy kapuai rendszeren keresztül jutnak el az adenohipofizisbe, és az adenohipofizisből indulnak az úgynevezett trophormonok, amik a megfelelő mirigyek szintén hormontermelést serkentenek, a szabályozás módja pedig egy jellegzetes negatív feedback. Mit is jelent ez a negatív visszacsatolás, vagy negatív feedback? Azt látjuk, hogy a
ha a hormonnak a mennyisége megnő a vérben, jelen esetben ugye a tiroxin példáját látjuk, akkor ez negatívan fog visszacsatolódni az őt befolyásoló, szabályozó mirigyekre, például negatívan befolyásolja a hipofízist, és ez kevesebb pajzsmirigy serkentő hormont fog termelni, és negatívan fogja befolyásolni a hipotalamuszt, ami szintén kevesebb pajzsmirigy felszabadító hormon, tireo-releasing hormont fog termelni. Na most ennek az eredménye az lesz, hogy a pajzsmirigy tiroxin szintje visszaáll normálisra, és mivel ez egy megemelkedett értéknek a lecsökkentésében nyilvánul meg, ezért ezt negatív visszacsatolásnak fogjuk nevezni. Ugyanez a rendszer működik a pajzsmirigy, a mellékvese és az ivarmirigyek esetében is, megfelelő felszabadító hormonok és megfelelő serkentő hormonok segítségével. A hipofízis előső lebenyének a hormonjai közül a növekedési hormont választottam, ami tudjuk, hogy általános hatású, azaz az egész szervezetre hat, serkenti a hosszú csontok megnyúlását, az izomzatnak a fejlődését, energetikai szereppel is rendelkezik, emeli a vércukorszintet, fehérje szintézist serkent, és ugye tudjuk, hogy ha ennek a hormonnak a termelése nem történik megfelelő szinten, akkor termelési rendellenességek fognak megjelenni. Ezek lehetnek alultermelések, azaz hiposzekréciók, vagy fölültermelések, tehát több hormon termelődik, ezt úgy nevezzük, hogy hiperszekréció. A hiposzekréciónál a kulcsszó az arányosságon van, hiszen rengeteg példát láttam, amikor a hipofizis törpét akondropláziás törpeként jelentették meg, tehát nem, ez egy arányos törpe, ezt úgy kell elképzelni, hogy arányos, csak kicsi, ezt nevezzük úgy, hogy nanizmus, hipofizér nanizmus, és ami még jellegzetes erre az elváltozás, az, hogy szellemileg teljesen egészséges a gyerek. Hiperszekréció gyerekkorban gigantizmusban nyilvánul meg, felnőttkorban pedig akromegáliában, és ehhez egy nagyon érdekes történetet fűznék, hiszen mindannyiunk kedvence Shrek, mindannyiunk kedvencének az arca, Shreknek az arca, egy létező ember arcának a modellezéséből származik, ez a Maurice Thiez francia sportolótól származik, hiszen ő Amerikába ment, és az Egyesült Államokban sportolt, francia angyalnak nevezték 1940-ben, és megkérték, hogy megengedje, hogy az arcát modellezzék. El is készült ez a modell, és állítólag ebből származik Shreknek az arca. A hátulsó lebeny hormonjai közül, a neurohipofízis hormonjai közül az ADH-t említeném. Itt megjegyezném azt, hogy nagyon fontos a hátulsó lebeny hormonjainál, hogy ne azt mondjuk, hogy a hátulsó lebeny termeli, mert ez nem igaz. A hátulsó lebeny csak egy hormonraktár, ugyanis ennek a hormonjait a hipotalamusz termeli. Az ADH, vagy antidiuretikus hormon a szervezetünk vízháztartásában játszik kulcsszerepet, fokozza a víz visszaszívódását a vesecsatornácskákban, disztális és gyűjtőcsatornácskákban, ezáltal csökkenti a vizeletmennyiséget, növeli a vérmennyiséget, a vérnyomást kétféle mechanizmussal is tudja emelni, például azzal, hogy emeli a vérmennyiséget, de azzal is, hogy a vérerek falát összehúzza, és ezért nevezzük úgy, hogy vazopresszi. Az oxitocin a másik hormonja a hátulsó lebenynek, tehát hogy innen szabadul fel, fokozza a sima izmoknak az összehúzódását, ez valósítja meg a szülést, illetve a tejnek a kiürülését, nem a tejtermelését, a tejtermelését a prolaktin biztosítja. A termelési rendellenességek közül
egy hiposzekréciót említenék meg, a diabetes insipidus, aminek a jellemzői következtethetők a hormon hatásaiból. Ez is gondoltam, hogy párhuzamosan mutatom a hormon hatásokat a termelési rendellenességekkel. Tehát következtethetünk arra, hogyha nem szívódik vissza elegendő víz, akkor poliúria, azaz nagy vizeletmennyiség lesz, nagy vizeletmennyiséget nagy szomjúság, polidipszia követ. Ha csökken ugye a hormonok a mennyisége, akkor alacsony lesz a vérnyomás, és az illetőnek ásványi anyag hiánya is lesz, azért, mert a vizelettel nagyon sok ásványi anyag ki fog ürülni a szervezetéből. A pajzsmirigy, az pajzsmirigy hormonjai közül a tiroxint emelném ki, egy jó tartalmú hormon, szintén általános hatású, a szervezet minden egyes sejtjére hat. Miért? Azért, mert minden egyes sejtünknek van energiatermelése, és ezt az energiatermelést aerób légzést fogja fokozni, illetve a sejteknek az oxigén használatát. Emiatt rengeteg szerves anyagot bont, hiszen ezeket energiaforrásként fogja felhasználni, és nem utolsó sorban, ugyanúgy, mint az előző hormonunk, az STH, a fejlődésre is hatással van. A fejlődés nem minden szervrendszer szintjén valósul meg ebben az esetben, hanem az idegrendszer, a csontváz, illetve a nemi szervek fejlődése szintjén. Ha nem termelődik eléggé, akkor gyerekkorban golyvakeltő kreténizmus alakul ki. Ebben az esetben test és szellemi visszamaradottságról is beszélhetünk. Az érettségi tételekben nagyon sokszor kérik azt, hogy hasonlítsuk össze a hipofizér nanizmust a pajzsmirigy törpességgel. Hát nyilván a nagy különbség az, hogy ez a törpe szellemi fogyatékos is. A felnőttkori hiposzekréció az mixödémában nyilvánul meg, ehhez egy puffadt arc társul, lassú az anyagcsere, fázás, hízás társulhat a betegséghez. Ennek ellenkezője a Basedow-Graves, ami egy hiperszekréció, ahol felgyorsult anyagcsere, melegérzet, kézreszkedés, idegesség, fogyás jelenik meg, és ezeket a képeket szeretném bizonyítékul szolgálni. Tehát látjuk, hogy mi történik egy mixödémás esetben, hogyha valaki nem kezelt, illetve kezelt. A kreténizmus, az látjuk, hogy aránytalanságban és szellemi fogyatékosságban nyilvánul meg. A Basedow kornak egyik jellemzője lehet, de nem biztos, hogy elő is fordul az exoftalmusz, amit azt látjuk, hogy kidüllett szemek jellemzik, illetve mindkét esetben akár hiposzekréció, akár hiperszekrécióról beszélünk, a pajzsmirigy szövet mennyisége megnő, golyvásodás lép fel. A mellékvese szintén egy nagyon fontos, mondhatjuk azt, hogy létfontosságú mirigye a szervezetünknek. A kéreg állománya főleg szteroid hormonokat termel. Mit jelent az, hogy szteroid hormon? Azt jelenti, hogy a hormonjai koleszterinből származnak. Az egyik ilyen fontos hormon a mineralok, kortikoidok közül az aldoszteron, aminek a hatása a nátrium és kálium egyensúly biztosítása, nátrium visszaszívódásban, kálium kiürítésben valósul meg. Ezzel párhuzamosan vízegyensúlyt is biztosít, hiszen fokozza a víz visszaszívódását, és vérnyomást is szabályoz, hiszen ha a vérmennyiséget növeli, akkor vérnyomást is emel. A glükokortikoidok, azaz ezek közül a kortizolt választottam, főleg stressz hormonok, és pedig a szervezetben ugye stressz idején termelődnek. Stressz hatásra tudjuk, hogy nő a vércukorszintünk, nő a vérnyomásunk, fokozza a lebontó folyamatokat, de a stressznek van egy kellemetlen hozadéka is, hiszen tudjuk, hogy ha hosszú ideig stresszesek leszünk, akkor az immunrendszerünknek a működése károsul. Miért? Azért, mert a kortizol nagyon erős immunszupresszáló és gyulladás csökkentő.
Ugyanakkor a kéregállomány még nemi hormonokat is termel, amikből tesztoszteron és ösztrogén is kialakulhat. A vermeállománynak teljesen más az eredete és a funkciója is. Érdekes módon kerültek ezek a mirigyek egy helyre. A posztganglionális szimpatikus neuronokat tartalmaz, vagyis az idegrendszer részének tekintjük, egy igazi szimpatikus dúc adrenalint és noradrenalint termel. Tudjuk, hogy a noradrenalin az a szimpatikus idegrendszer kémiai mediátora is egyben, és hatása persze a szimpatikus ingerlésnek a kiegészítése. Az endokrin hasnyálmirigy, azért nevezem endokrinnak, mert elkezdjük a vegyes elválasztású mirigyeket, ahol van külső és belső elválasztás is. A mai órán csak a belső elválasztással fogunk foglalkozni. Az endokrin hasnyál mirigy Langerhans szigeteiben levő béta sejtek inzulint termelnek. Ez a szervezet legfontosabb vércukorcsökkentő hormonja, segíti a glükóz bejutását a sejtekbe, és a cukornak, glükóznak a tartalékolását is a májban, glikogenogenézist serkent, és lipogenézist, azaz zsírtermelést. Mindenki tudja, hogy ha sok cukrot eszik, akkor elhízik, tehát ebben nincsen semmi meglepő. Az alfa sejtek antagonista hormont termelnek, ez egy inzulin antagonista, akkor termelődik, amikor éhezünk, vagy éhesek vagyunk, emeli a vércukorszintet, és mindazt, amit az előbb mondtam, hogy az inzulin serkent, hogy például a glikogén képződést, azt a glükagon bontja, tehát a glikogént bontja glikogenolízis formájában, és zsírsavakból és aminosavakból glükózt gyárt, hogy a leeső vércukorszintünket biztosítani tudja. Az inzulin hiposzekréciós betegségei, a diabetes mellitusnak viszont két típusát ismerjük, a fiatalkorit és az időskorit. Mindkettőnek ugyanaz a tünet együttese, hiszen magas vércukorszinttel rendelkezik a beteg. A magas vércukor szint a vizeletben levő glükózban is megnyilvánul, tehát glükózürítése van a betegnek, ezt nagy mennyiségű víz kíséri, tehát poliúriája van, nagy mértékű szomjúsággal jár, tehát a vizet pótolni kell, fokozott étvágya van a betegnek, ennek ellenére fogy, és azért fokozott a zsírbontás, mert gyakorlatilag a sejtek éheznek, hiszen a glükóz nem jut be a sejtekbe az inzulin hiánya miatt, és emiatt zsírbontásra kényszerülnek. A zsírbontásnak egyik kellemetlen mellékterméke a ketontest, ami ketoacidózisos kómához vezethet. Típusai, ugye az első típusú az a fiatalkori, ami inzulinfüggő, nincsenek inzulintermelő sejtek, a második típusát főleg inzulinrezisztencia jellemzi, tehát a receptorokkal van gond. A nemi mirigyek azok ugye a here és a petefészek, a here hormonját a Leydi féle sejtek termelik. A tesztoszteron hatásai ugye a férfi nemi jellegeknek a kialakulásában van. A nőknél a petefészek endokrin részét a tűzhám és a sárgatest képviselik, ösztrogént és progeszteron termelnek. Amint látjuk, az ösztrogén főleg a másodlagos nemi jellegekre hat, de a mély nyálkahártya változásaira is, a progeszteron pedig főleg a mély nyálkahártya változásaira fog hatni. Itt látható egy női nemi ciklus, amiben azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a nőknél ugye a 28 napos ciklusban elindulunk egy telt tűzőtől, 14. nap környékén egy üreges tűzőnél, majd ennek a felhasadásánál, ovulációnál járunk, majd utána képződik a sárgatest, amíg ez is el nem sorvad. Látjuk, hogy az első szakaszban főleg ösztrogén, második szakaszban főleg progeszteron termelődik, és nem utolsó sorban azt is látjuk, hogy az ösztrogén termelést főleg az FSH nevezetű trophormon, illetve tűzőérlelő hormon serkenti, míg a progeszteron termelést az LH, azaz a sárgatest hormon.
A feladatok, érettségi feladatok lesznek, ilyeneket választottam, amik az érettségi tesztmodellben vannak benne az idén. Az első kérdés úgy hangzik, hogy jellemezze a pajzsmirigyet, bemutatva az elhelyezkedését, egy hormonját és a hormon egy szerepét. Hát ehhez én ilyen mondatot választottam, hogy pajzsmirigy elhelyezkedés a nyak előső részén, légcső előtt, gége pajzsporca alatt, és a pajzsmirigy egy hormonjának a tiroxint, aminek a szerepe az alapanyagcsere fokozása. Írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében, a pajzsmirigy tevékenységét az agyalapi mirigy befolyásolja. A mondat így hangzik, az agyalapi mirigy adenohipofízis lebenye, TSH pajzsmirigy serkentő hormon termel, ami fokozza a pajzsmirigy tiroxin termelését. A következő feladatban alkosson 4 kijelentő mondatot, 2 mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen használva a tudományos nyelvezetet, használja fel erre a célra a következő tartalmakat, akromegália. Az első mondat így hangzik, hogy az akromegáliát az adenohipofízis növekedési hormonjának felnőttkori hiperszekréciója okozza. A második mondat, tünetei a test végrészeinek kéz, lábfej, orr növekedése, arc deformálása. A petefészek endokrin funkciójához szintén 2 mondatot társítottam. A petefészek endokrin funkció az ösztrogén és progeszteron hormonok termelése. A következő mondat pedig a petefészek endokrin működését az adenohipofízis FSH és LH hormonjai befolyásolják. Még egy mondatot választottam, írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében. Az agyalapi mirigy és a nemi mirigyek között funkcionális kapcsolat van. Az első mondat érvelésként így hangzik, az agyalapi mirigy adenohipofízis lebenye befolyásolja a nemi mirigyek működését a gonadotrop FSH és LH hormonok által. A második mondat szintén érvelésként az FSH a férfiaknál spermatogenézist, nőknél ösztrogéntermelést fokoz, az LH férfiaknál tesztoszterontermelést, a nőknél progeszteron termelést fokoz. Az összefoglalóban el szeretném mondani azt, hogy a fejezet bemutatása során nem törekedtem teljességre, tehát arra koncentráltam, hogy lehetőleg érintsünk minden olyan feladatot, ami az érettségin előfordulhat. De ez nem biztos, hogy elegendő lesz, tehát emellé még sokat kell tanuljatok. Az elkövetkezőkben az érettségihez sok sikert kívánok!